Azt el lett temedékelve? És csak beton. Vagy beomlott? Lopva az üvék alul a... Hogy ezt beomolhatott? Nem. Az tüvedékelés. Másfajta a kézet. Másfajta a kézet. Igen, megy. Azt a mindenit, gyerekek. Ezt idáig csinálták meg, és abba hagyták. És csak ott milyen szépen meg van csinálni? Meg is nézzük. De ezt csak kiválták, és nem fejezték be. Nagyon az egyenlő, nem? Ugye? Nem tudom. Ezt a plafon nézni. Nem fejezték be. Ez nagyon komoly, gyerekek. Ott egy denevér. Az nem az? Az nem, az egy cső. Tényleg? Ott jöttünk be. Szalajvíz. Nem nagyon. Hát ott már igen. És ott is be van temerékelve. Vagy be van. Hát akkor nézzél be abba. Onnan fény jön. Én nem tudok ebbe a cipőbe sehova bevenni. Na, hát ide. Laci, ne menj be azzal, mert az nem vízálló a tiéd. És onnan fény honnan jön? Ja, még egy. Aha. Ez egy félbehagyott valami. Ez egy félbehagyott bunker? Ez nem az, amire te gondolsz, amúgy valóban. Te kár, hogy ide csak éppen, hogy beszaladtunk, és nincs nálunk egy komoly lámpa. Ez, itt nem így jöttünk be. Nem, ez is egy bejárat. Több bejárat volt. Hát, gyerekek, ez a szikla. Kicsibe. Ha nem is tűnne olyan régnek az a fényben a kártnak. Hát, azért ez a 15-20 év azért megvan, meg hát szétkorhattak a... Ez úgy lehetett, hogy ez ki lehetett vájva, aztán lehet, hogy akartak rajta módosítani. Az egész leszakadt. És még itt majd nem áll a fal melletti cuccok, és le van szakadva az egész. Ez brutálisan érdekes. Azt nézzétek, azt. Aha. Vájv. Három volt benne. Ezt remélem látni. Azt nézzétek, az bármikor leszakadhat. Aha. Bár, egy pillanat alatt. Merről jöttünk amúgy? Arról. Egyenesen? Arról. Ez átmegy a másikba, igen, ez egy ilyen U alak, vagy H alak. Na hát, ez aztán nagyon durva. Nagyon, jaj, durva. Ez teljesen szét vannak korhadva ezek a támok, de olyan szinten, hogy rálép az ember, és van, amíg nullára összemegy. Ja, itt mentünk be az előbb, látod? Itt. Vagyis hát nem mentünk be, nagy csak innen nagy. Néztük. Ugye? Nagy. És itt a másik.
Valószínűleg valami kemény kőzet lehetett, azért maradt meg, vagy egyszerűen mélyítették. Mészkőnek, igen. Na hát, ilyenben még nem voltunk. Azt kell, hogy mondjam. Műszeres láda? Nagyon úgy néz ki. Keresek rajta valami feliratot, de nincs. Azon sincs. Hát kéne fordítani. Itt sincs. Itt egy régi sörös üveg. Egy műszeres láda, vagy fegyvertartó láda? Attila, hogy előzött meg minket? Át itt a vásárolóban. Te másikon jöttél át? Aha, hát itt azért nem jöttem, mert a mennyezet repedezett. Ugye? És rengeteg papír van itt kint, irat, nem? Tudunk azért valamivel bele, gyerekek. Jaj, de lassan megy ez a kamera lefele. Na nézzétek. Kicsit följebb húzom, talán így. Rengeteg irat. 1973. február 27. Ezek ilyen megsemmisített iratok. Aztán van, ami még megmaradt belőle, de egy 77-es dátumot már találtam. Ezek mit lehettek? Mappák? Vagy valami indigószerű cucc? Vagy mi a fara van? Igen. No, ezt megnéztük. Szerintem tök király volt. Nem tudom, hogy mennyire lesz a videó látható. Hogyha látható, akkor kitesszük a YouTube-ra. Nagyon képi. Micsoda. Érvényes. Én 76-os találtam. Ez pedig 1967. 67. Hol látod? Ott van, látom, látom, látom. 8. hó. Itt van egy egész tömb. Nézzetek csak. Munkafolyamatok. Nézzétek csak ezt, hogy homoklemezt egyengetni. Emlékeztek erre a... Hogy a fenében? Kockacukorra. Kockacukorra. Hogy a fenében? Hókristály. Tékkor egyenesítés. 72-es gyártmány. Azt a minden. Hát ezt megnéztük. Kivégeztük, kiveséztük. Hűktünk rának még egy kis illetet. Hát nem véletlenül nem mondjuk el, hogy ez hol van. Úgyhogy ezt aztán tényleg megkérdezzétek. De szerintem miskolciak közül biztos, hogy bárki tudja, hogy hol van, és az is tudja, hogy esetleg mire szolgált ez, hogy mire akarták, hogy szolgáljon. Várjuk majd a magyarázatokat, tippeket, ötleteket. Thank you.